Örömmel köszöntöm Önöket, kedves nézőink és hallgatóink, itt a Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. Örülök, hogy ma mint egy nagy család találkozhatunk újból, ugyanis ma egy családi beszélgetésben lesz részünk kedves vendégeimmel, Veres József lelki pásztorral és feleségével, Veres Tímea Dalmával, aki gyógypedagógusként jött gondolatait megosztani, és akikkel, amint mondtam, családi beszélgetésekről folytatjuk az elkezdett beszélgetésünket. Örülök, hogy újból itt vagytok, és hogy készülődve, ráhangolódva az ünnepekre folytathatjuk ezt a témát, amiben belekezdtünk már jó régen, de aminek nem jutottunk a végére, viszont a mai nap akadt lehetőség, hogy folytassuk ezt. Mi is örvendünk a lehetőségnek, a meghívásnak, a beszélgetésnek, mert pont erről szól a témánk is, és adja az Úr, hogy valójában eredményes legyen ez a beszélgetés. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy itt vagytok. Az elmúlt alkalomkor több mindenről beszélgettünk, és sok mindenbe belemerültünk, és abból indultunk ki, hogy a kommunikáció az kulcs egy házasságban, két házastárs között, de minél jobban bővül a család, annál több kommunikációra van szükség, és annál jobban kell odafigyelni erre az összetevőre, ami segíti a családnak a jólétét. Úgyhogy folytassuk beszélgetésünket, és rögtön fel is tenném azt a kérdést nektek, hogy szerintetek milyenek a megfelelő családi beszélgetések. De ezeket úgy nem körvonalaztuk még, úgy beszéltünk róla, meg említettünk dolgokat, de ha konkrétan felteszem azt a kérdést, akkor mi lenne a válaszotok rá? Hát a beszélgetés, a családi beszélgetés most különösképpen nem csak információ, adatközlés, ez mindenképpen, tehát információkat osztunk meg egymással, a külvilágunkkal, és persze a legközelebbi családtagokkal is. De a családi beszélgetés talán ennél sokkal több. Úgy nevezném meg esetleg, hogy egy egymáshoz való közeledés is magával foglal, a barátságot, kapcsolatot, tehát a beszélgetés ennek a terméke. Tehát milyen kell legyen egy családi beszélgetés? Hát meghitt, barátságos, mondjam úgy természetes, spontán, amikor a felek egymás között megnyílnak, és szeretik egymást, és akkor ez a kommunikációban és a beszélgetésben is megnyilvánul. Én még hozzátenném azt, hogy egy jó családi beszélgetés, vagy egy olyan beszélgetés, amiből mindenki gazdagodva távozik, az egy nyílt beszélgetés, vagyis úgy kell befejeznünk egy családi beszélgetést, hogy azt még lehessen azt a fonalat felvenni bármikor, amikor szüksége van úgy a gyereknek valamire, mint a szülőnek. Tehát semmiképpen sem egy olyan aláfelé rendelt viszonyban kéne folyjon a kommunikáció a felek között, hogy én megmondom a tutit, és hogyha neked tetszik, elfogadod, és ha nem, akkor elmész, mert akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy idővel kevésbé kezdeményez, tegyük fel a gyerek vagy a kamasz egy következő beszélgetést. Tehát meg kell engedni mindenkinek, hogy megalkossa a saját véleményét, és gazdagodva távozzon ebből a beszélgetésből, ebből a családi meghitt körből, és mindig tudjon visszajönni bizalommal, hogy megértik, odafigyelnek rá, és elfogadják úgy, ahogy van. És gondolom, hogy ez a családban a kommunikációnak a fejlődéséhez sokban hozzájárul a kisgyermekeknek a nevelése, mert ugye akkor alkalmunk van kiskortól felnőni egész kamaszkorig, vagy amíg távozik a gyerek a családból, és növekedhetünk a gyerekekkel együtt. Én úgy fogom fel, hogy a kommunikációban is vannak különböző lépcsőfokok, amiket meg lehet lépni a gyerekekkel, és nagyon jó alkalom arra egy kisgyerek születése a családban, amikor elkezdünk mi is tanulni, pontosan azáltal, hogy leereszkedünk hozzá, és úgy növünk fel vele együtt.
Többfajta szintű családi beszélgetés létezik, és több fajta is szerintem. Valamikor egyszerűen csak pusztán beszélgetünk, mert ez jó, mert ez tetszik, ez egy emberi tulajdonság, egy ajándék, hogy tudunk kommunikálni, és megértetjük magunkat, meg másokat megértünk. De vannak olyan családi beszélgetések is, amelyek például probléma megoldó beszélgetések, és ahol léphetnek fel nézetkülönbségek, véleménykülönbségek, konfliktus helyzetek, viták, és ezt pozitív értelemben mondom. Én például szeretek vitázni, lehet, hogy nem mindenki van így. Szeretek érvelni, lehet, hogy ez sajátosan férfi tulajdonság. A nőknek például más, mondjam úgy, tulajdonságaik vannak, erősségeik. Lehet úgy is vitatkozni, érvelni, hogy az eredményes legyen. Meg kell tanuljunk jól vitatkozni. És szerintem az elsődleges az egy ilyen vitában, hogy a vita alatt már és a vita után is a felek, például félfeleség vagy szülőgyerekek tudják azt, hogy a másikat feltétel nélkül szeretjük, hogy elfogadjuk, és ha a nézetünk különbözik is, vagy bizonyos dologban nem jutunk közös nevezőre, vagy esetleg kompromisszumot kötünk, megyünk így előre, és tiszteletbe tartjuk a másiknak a véleményét. Tehát ez jelenti, hogy szeretjük a másikat, és elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, becsüljük. Semmiképpen sincs helye egy ilyen családi beszélgetésben a sértegetésnek, a leértékelésnek, úgy, ahogy Timi is mondta, a fölül és alárendeltségnek, hogy itt én vagyok a főnök, és itt én parancsolok, itt én mondom meg, hogy hogy lesz. Persze a szülőktől, főleg kiskorban elvárják és kötelességük, hogy bizonyos kereteket biztosítsanak, határokat húzzanak a gyereknek, de amikor a gyerek már kezd megnőni, és egyénileg meghozza a döntéseket, akkor a szülő, ha egyet ért vele, ha nem, ezeket tiszteletbe kell tartsa, és el kell fogadja. Fontos az, hogy legyen egy bizonyos szintű sikerélmény minden egyes családtagnak a beszélgetés végén. Tudnánk ezt megfogalmazni, mint az az elem, ami úgy ezáltal le tudjuk vonni azt a következtetést, hogy jó volt a beszélgetés, vagy mi az, amit igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit kell érezzünk a beszélgetés végén, annak függvényében, hogy elkönyveljük jónak vagy rossznak a beszélgetést. Hát, hogy megérte a beszélgetés, ez egy érzés, ez egy értékelés, hogy a beszélgetés végén ne gondolja azt, hogy bár nem mondtam volna el bizonyos dolgokat, inkább ne beszélgettük volna ezeket el, ne tárgyaltuk volna meg. A sikerélmény az, hogy ki tudtam fejezni magam, bizonyos problémákat meg is tudtunk oldani, és megéri, úgy, ahogy Timi is mondta, folytatni bármikor ezt a beszélgetést. Gondolom ez lenne egy sikerélmény a beszélgetésben, hogy én többet megtudtam a másikról, és hogy rólam is többet megtudtak, megismertek rólam, esetleg bizonyos változások is beálltak, döntések születtek, erősebb lettem, határozottabb lettem egy beszélgetésnek, hogyha ez az eredményes, ha ezt elérjük, akkor az hasznos és sikerélményt jelent. Sőt, akár az is, hogy vágyunk már a következő beszélgetésre, hogy folytatódjunk, hogy kifejeztétek. Egy fiatalnak szerintem nagyon sokat számít, hogyha érzi, hogy a családon belül elfogadják őt úgy, ahogy van. Legyen ez szokások, viselkedések szintjén, beszéd, kommunikáció szintjén, hogyha oda-vissza mennek a gondolatok szülő és gyermek között, elkerülhetetlen, hogy ne ragadjon át a gyerekre az a jellem, az a jó jellem, amit a szülőnek mindig is fel kell mutatni. Bár nem sikerülnek a hétköznapokban mindig
zökkenőmentesen a kommunikációk, a beszélgetések, mégis a szülőkkel legyen egy olyan etalon, egy olyan sablon, minta, amiből a gyerek a beszélgetések során mintát vesz, és ezt követi majd. Tehát nem, hogy előállítjuk és megmondjuk neki, hogy nézd, ezt így kell, hanem magunkra is kell figyeljünk, ha egymás között is beszélgetünk, mint házastársak, hogy miket mondunk, hogyan fejezzük ki magunkat, mert a gyerek az nem azt adja tovább, vagy azt képviseli, amit mi mondunk, hanem nem csak, hanem azt, amit mi otthon teszünk. Sőt, főleg igen. Általában azt a szokást teszik fel a leghamarabb a fiatalok, a gyerekek. Igen, a kommunikációnak egy fontos része az, amikor nem beszélek, hanem meghallgatom a másikat, odafigyelek. Tehát nem csak elzárkózom, és azt mondom, hogy na, akkor mondjad, hanem tényleg odafigyelek, törődök vele, gondoskodok róla, tehát mikor ő magyaráz, akkor én próbálom megérteni az ő, a másik félnek, akár feleségnek, vagy gyereknek, vagy férnek a helyzetét. Tehát a jó kommunikációnak 50%-a a meghallgatás, amiből majd én bizonyos dolgokat megértek, és tudom, hogy hogyan reagáljak rá. Tehát ezt szakemberek mondják, hogy a meghallgatásnál van a nagy hiányosság és a kulcs. Magamra ismerek sokszor, valamit közölni akarok, el akarom mondani, és akkor azt végigdarálom, és elmondom, ha kell, kétszer is, háromszor is erősítem, gondolva, hogy ezáltal jobban meg fogom győzni a másik felet, de ez nem így van. Először inkább és többet kellene hallgatni. Mármint meghallgatni a másikat. És ami még nagyon fontos, hogy mikor érezzük, szerintem, hogy az indulatok veszik át a helyét a kommunikációban az érzelmeknek, akkor tudjunk megállni. Bizonyos pulzusszám fölött szakemberek is javasolják, hogy ez házastársak közti beszélgetésre vonatkozhatják inkább, de szerintem szülő és kamasz főleg között is lehet ezt alkalmazni, akkor tudjuk azt mondani, hogy itt most megállunk, mert úgy látjuk, hogy szükségünk van egy kicsi szellőztetésre, átgondolásra, más megvilágításra, és amikor lehiggadnak a kedélyek, akkor pontosan ez is egy másik elem, hogy még tudunk kommunikálni, és még tudunk tovább beszélgetni. Nem rohamozzuk le a másikat a mi véleményünkkel, és nem az érzelmeinket borítjuk rá. Tehát akkor nagyon fontos egy szülőnek, hogy példát mutasson, akár azt is megfogalmazhattuk, hogy utat mutasson, hogyha mondjuk egy fiatal nem tudja még, hogy kommunikáljon, a szülő megtaníthatja, és nagyon fontos a meghallgatás a beszélgetésekben, meg az, hogy figyelemmel kövessük a lelkiállapotunkat, és azt, hogy hogyan reagálunk a tartalomra, ami irányunkba jön, vagy ami belőlünk megy a másik fele, másik irányába. Beszéljünk a családi tevékenységekről. Úgy érzem, hogy ezzel a kérdéssel nagyon jól bemelegítettük a témát, és a családi beszélgetésekről beszéltünk már sokat a múlt adásban, de úgy szeretném tudni, hogy mi a látásmódotok a családi tevékenységekről, milyen gyakorisággal kellene ezek megvalósuljanak a családban, milyen fajta tevékenységeket lehet a családban létrehozni, megvalósítani, milyenek lehetnek ezek, mire jók ezek? Nekem, amikor ezt a kérdést felteszed, az jut eszembe legelőször, hogy vannak feladatszerű tevékenységek. Tehát, hogyha mi egy család vagyunk, azt jelenti, hogy többen vagyunk, nem egy személyből áll egy család, és mindenkinek ki kell venni a részét a családnak az életéből. Lehet valószínű, hogy te most arra gondoltál, és el is jutunk oda, hogy milyen szabadidős tevékenységeket akár tűzünk ki magának egy család, de én elsődlegesen úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell venni a részét a közös munkában. Kisgyerekkortól akár már le lehet osztani a feladatokat és tevékenységeket a kisgyereknek a ház körül, meg ahogy növekednek a nagyobb gyerekek, és mi házastársak is kivesszük részünket az otthoni munkában. És akkor szerintem
nagyobb elégtétellel nézhetünk körül, ülhetünk az asztal köré, akár hétköznapi tevékenységek közben, vagy egy-egy ünnepi alkalmakor, vagy heti rendszerességgel egy-egy, nem tudom, kinek mi a, mit jelent ez a tevékenység, egy-egy kiruccanás, vagy egy-egy játékest, vagy egy barátok áthívása. Tehát, hogyha úgy szokjuk meg, és úgy osszuk le a feladatokat, hogy a hétköznapi tevékenységekből is mindenki kiveszi a részét, akkor szerintem sokkal könnyebb megszervezni egy családi tevékenységet, ahova először a kisgyerekeket a szülők viszik, utána meg hát arra vágynak a szülők tulajdonképpen, hogy még a gyerekek mikor nőnek, maradjanak, és még ugye még menjünk együtt ide meg oda, ahogy volt régebb, vagy játszunk együtt. Tehát fontos, hogy hogy vezeted be ezt otthon, ezeket a tevékenységeket kiskortól. Beszélgetés és tevékenység az szinte elválaszthatatlan egymástól, mert másképp miről beszélgetünk? Tehát az csak elmélet lenne akkor. Filozófálunk, beszélgetünk mindenről, de nem teszünk semmit közösen. Tehát valahogy egyik a másikhoz kötődik, egyik a másikat követi, tevékenykedünk, aztán ugyanazt, meg mást is megbeszélünk. Megbeszéljük, és utána megint tevékenykedünk annak függvényéből, amiben megegyeztünk, vagy megbeszéltünk dolgokat. Jó, lehet, hogy ez le van szűkítve, most már ez túl egyszerűnek van bemutatva, de így van ez a lelki életben is, hogy az elmélet, a gyakorlat, az egymáshoz kötődik, így a beszélgetés és a tevékenység is. A tevékenység az összeköt bennünket egymással, a feleket, a családtagokat, mert egy helyen, egy időben vagyunk, egy közös dolgot végzünk, vagy egyszerre végzünk lehető különböző dolgokat, például a főzésnél szeretek néha besegíteni, de nem mindenhez értek, ezért amit tudok, azt végzek. Előkészítem az alapanyagot például, vagy megkavarok valamit, de például a fűszerezéshez nem értek, azt Timi fogja elvégezni, vagy ő fogja végül átnézni. De ott vagyunk, egymást kerülgetjük, egymást megérintjük, tehát a konyhán ez egy közös tevékenység például. Az evés megint közös tevékenység, ezt ne felejtsük el. Mert a mai modern világban ez a nagy átok, ez a nagy veszély, hogy, és látom, hogy nálunk is sokszor ez nem mindig valósul meg, hogy mindenki külön eszik, már a program olyan. De ha összejön egy nap egyszer legalább egy közös evés, na ez, az egy közös tevékenység. De van kerti munka is például, vagy van egy kutya, azt is el kell rendezni, sétáltatni kell. Közös séta, ilyeneket szoktunk gyakorolni például, vagy van sport, közös sport. Tehát sok olyan tevékenység van, amely egybe köt, és egyidejűleg egy helyen együtt vagyunk, közben beszélgetünk, közben bízunk egymásban, és látszik a haszna és a munkának az eredménye is a közös tevékenységeknek. Takarítás, főzés, játék, olvasás, tanulmányozás, ima, éneklés. Például nem tudok énekelni, de dörmögök ott, vagy valahogy én is bekapcsolódok ebbe a közös tevékenységbe. Tévénézés, filmezés például lehet egy közös tevékenység, amit utólag esetleg megbeszélünk. Igaz, most már ez negatív dolog, azt mondják a szakkönyvek, a családi terapeutás könyvek, hogy minthogy párhuzamosan a felek együtt nézik a tévét, inkább egymást kellene nézzék. Nemrég mondta Timi, hogy valahol olvasta, vagy hallotta, hogy milyen nehéz, és ki kellene ezt próbálni, hogy 4 percig nézni a férfeleség szemét. 4 percig. Kérdeztem, hogy szemredben is nélkül, vagy lehet szemredben is. Tehát, minthogy a tévét nézzük, és egymás mellett ülünk, inkább egymást nézzük. Viszont mégis azt mondom, hogy igen, lehetnek jó filmek, amelyeket érdemes megnézni bizonyos területeken, és az együtt eltöltött idő, és az utólagos beszélgetés hasznos lehet. Tehát
minden családban más szerintem. Mások az érdeklődési körök, mások a szokások, ezeket egybe kell hangolni, de tevékenység, közös tevékenység nélkül nem lehet. Tehát az létfontosságú egy családban. Tehát beszélgetünk, de talán még a beszélgetésnél sokkal fontosabb a közös tevékenység, azt gondolom én. Uh-huh. Az is kommunikáció, az is egy jeladás, hogy igen, itt vagyok, és számíthattok rám, és együtt vagyunk, együtt dolgozunk egy bizonyos cél érdekében. Teszünk. Milyen gyakorisággal kellene történjenek a családi tevékenységek, akár napi szinten? Gondolom, a teendőket, azokat mindenképpen lehet osztani napi szinten, hogy megvalósuljanak, de a pihenés, sikerül összegyűjteni a gyerekeket, hogy nem tudom, együtt kikapcsolódjon a család, hogy mindenkinek megvan a saját programja, vagy ha minden nap megtörténik, akkor az már túl gyakori, megunják. Hát szerintem ez életkortól is függ. Én úgy tapasztaltam a mi családunkban, hogy amíg kisebbek voltak a gyerekek, és lehet, hogy ez többünknek ez a tapasztalata, vagy ez lesz a tapasztalata, akkor könnyebb volt őket elvinni egyet, kirándulni, egyes más dolgokat megnézni. Elmentek, és elszállítottuk táborba, vagy hazahoztuk, vagy játszottunk is együtt, mert szükségét érezték annak. De ahogy nőnek, akkor függetlenednek. És nekünk, szülőknek szerintem harcot kell vívnunk a technika vívmányaival, és meg kell ragadjuk a pillanatot, az alkalmat, hogy közös tevékenységeket folytassunk a gyerekekkel, és persze ők is ezt kell, akarják, kell, szeressék. Ez szerintem nagyon családfüggő, mit hozol a te családodból, vagy mit szeretnél megvalósítani a te családodban. Láttam olyan családokat, akik már rég túl vannak az x-edik évükön, és olyan játékosan megbeszélnek dolgokat, vagy képesek együtt játszani. Na nálunk ezt, ha visszaemlékszem, valamikor a nagyszülők végezték el, úgyhogy négy kézlábra érezkedtek, és akkor, mikor kicsik voltunk, lovagoltattak, hintáztattak. A szülők el voltak foglalva talán a létfenntartási dolgokkal. Na, de én, hogyha nem kaptam ezt a mintát a családból, ahonnan jövök, biztos, hogy egy kihívás lesz számomra, hogy majd a magam során a gyermekeimmel ezeket a játékos dolgokat, vagyis idővel, kamaszkorban bizonyos problémákat játékosan megbeszéljek, mert meg vagyok győződve, hogy a játék, vagy egy szerepbe való bebújás sokat könnyít azon, hogy bizonyos konfliktusokkal szembenézzünk. Én így tapasztaltam. Hogy lehetne értelmezni ezt az utolsó gondolatot, hogy szerepbe való bebújás? Hát mire kell gondolni? Szerintem vannak olyan kamaszok, akik nem nyílnak meg olyan könnyen. Uh-huh. És akkor ha csoportos tevékenységben, vagy ha akár szülővel is, meg kell engedni a gyermeknek, hogy úgy mesélje el a történetet, ami vele megtörtént, esetleg mintha egy barátjával uh-huh. történt volna meg. És elmondja a saját nézőpontját, és hogyha te nyitott vagy, akkor ő is meri vállalni önmagát. Időközben te is megbarátkozol azzal a bemutatott történetben levő szereplővel, és talán könnyebb így megérteni a gyermekedet is, hogyha nem ugrasz neki a közvetlen személynek, hanem úgy írja le azt, mintha egy barátról lenne szó, vagy egy ismerősről. Én most erre gondoltam. Uh-huh. Mivel az ünnepek ideje közeledik, kíváncsi lennék, hogyha vannak valamilyen kreatív ötleteitek arra, hogy milyen lehetőségeket nyújtanak az ünnepek a családi tevékenységekre és beszélgetésekre. Most itt felmerül bennem először is az a kérdés, hogy ez az időszak, amikor készülünk az ünnepekre, feszültebb, vagy lazább szokott lenni? És ennek függvényében mit lehet kihozni? Hát feszültebb, mert sok a munka, női munka is, férfi munka is, meg díszítések, kivilágítás, meg takarítás, meg
meg ez a stressz, hogy na akkor most ünnep következik, de megéri szerintem. Az előkészületben már közel kerülhetünk egymáshoz, úgyhogy egymásnak segítünk, hogy közösen készülünk az eseményre, és az ünnep meg azt élvezni kell, mondjam úgy, tehát közösen. Mindenképpen szükség van egy közös vacsorára például, esetleg egy tágabb családi körben, meg szoktuk hívni a nagyszülőket is például, és akkor ott aztán tényleg beszélgetünk, nem tudom, a múltkor elmondtuk-e, hogy ilyenkor előkerülnek a régi albumok, képek, azokat végignézzük, és bár minden évben megtörténik ez szinte, mégis újszerű és kellemes, és a végén azt látjuk, hogy egymáshoz közelebb kerültünk, tehát és azt hiszem ez számít, de mindenképpen stresszel jár. De a stresszben is legyünk egybe. Tehát jobb, mint külön, még ha stresszel is jár. Hát én, mint anya, mint feleség, nem tudom most mire fogja, vagy mivel magyarázza meg, hogy az évek múlása, vagy ez a Covid, vagy hogy a gyerekek felcseperedtek, de én már szépen lassan oda jutottam, lehet, hogy tenhíroztam is magam, hogy nem éri meg stresszelni magad, mert én az a típus vagyok, aki tényleg, ahogy említetted, hogyha készülődésről van szó, és én szorongok, akkor hajlamosabb vagyok eltávolítani másokat tőlem. Tehát pontosan azért, mert nem érzem magam magabiztosnak, és szeretném, hogy minden tökéletes legyen, akkor néha mogorván bánok a családtagjaimmal, és ezt rájöttem, hogy ez nem éri meg. Tehát az egész nagy felhajtás ezt nem éri meg. Mert inkább időben elkezdem az előkészületeket, kevesebb cicomával, békésebb hangulatban, egyszerűbben, és mindig is hangsúlyoztam, hogy nem az a fontos, hogy leülünk és megiszunk egy csésze teját, vagy pezsgővel ünneplünk, hanem hogy együtt vagyunk. Mert ugye amilyen időszakon mentünk keresztül, amikor leállt ezelőtt egy-két évvel a világ, oda jutottunk, hogy tudtuk értékelni embertársunkat, és azt a kevés időt is, amit eltöltöttünk, is hiányoltuk, hogyha megvoltunk tőle fosztva. És miért ne tudnánk akkor, mikor minden a saját maga kerékvágásában megy? Tehát véleményem szerint trenírozni kell magunkat, rászoktatni, és arra figyelni, hogy összhang legyen, mint hogy minden a helyén legyen, és üres belül a szív, vagy minden szép kívül csillog, és a belső kapcsolatok azok el vannak anyagolva. Igen, tehát a stressz nem éri meg, viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül, tehát hogy nem is veszünk tudomást róla az ünnepről például. A keresztény világ ünnepel, és akkor mi dolgozunk, mint minden más hétköznapon. Tehát ha egyszerűbben is, és persze igazi alapokra helyezve ezt az ünnepet, szerintem egy családi összejövetelnek helye van, és jót tesz. Kevés minimális készülődéssel, időben való készülődéssel, cicomák, nagy ajándékozások nélkül, de egy ilyen közös estre, gesztusra szükség van. Tehát ez jót tesz a családnak. Máskülönben azt hiszem, hogy gyerekek is inkább arra vágynak, hogy a szüleik figyeljenek rájuk, mint hogy a figyelmüket más irányba vigyék, ami nem őket illeti, hanem azt, hogy legyen elég sütemény, hogy tudjuk fogadni a vendégeket, hogy legyen megfelelő rend, hogy legyen kidíszítve ez az amaz, és ilyenkor elhanyagolva érzik magukat a fiatalok. Most így visszaemlékezve a saját
gyerekkoromra, amikor nagy felhajtás volt, mert jött akár ünnepek, akár valamilyen más alkalom, úgy azért hiányzott a kapcsolat. Viszont nagy tévedés az, hogy karácsonyban a szülők előállnak drágább meg drágább nagy ajándékokkal, és ezzel próbálják kárpótolni az egész évi elhanyagolást a gyerekek irányába. És a gyerek erre ezt érzi, vagy ezt nem veszi be, ezt a pótlást. Uh-huh. Tehát a gyereknek nem nagy ajándékokra van szüksége, vagy ha arra van, akkor én neveltem rosszul, hogy azt az igényt benne ezt létrehoztam, és ezzel nem fogja a szülő megoldani a szülő-gyerek kapcsolatát, hogy karácsonyban nagy ajándékokkal áll elő, és utána megint visszakerül a régi kerékvágásba, ami azt jelenti, hogy rohan minden nap, és nincs ideje, hogy két szót váltson a gyerekével, és karácsonyban nagy ajándékokkal áll elő. Tehát ez egy ilyen, hogy mondják ennek, ilyen tudathasadású szinte jelenség. Uh-huh. És ez egy szülői megfontolatlanság és tévedés szerintem. Visszaterelném a szót a beszélgetésekre, eddig a családi tevékenységekre tértünk jobban ki, de megfogalmaztuk azt is, hogy ezek szinte elválaszthatatlanok egymástól, a beszélgetések a tevékenységektől, de hogyha mégis elválasztanánk és a beszélgetésre koncentrálnánk, akkor tudnánk egy különbséget tenni az ilyen egyszerű beszélgetések között, amik a családban történnek, és a négy szem közti beszélgetések között, ami apa, fia, anya, lánya között történik. Milyenek kell legyenek ezek a fajta beszélgetések, amikor négy szem közt kommunikálnak egymással a felek? Hát gondolom, hogy vannak alkalmak, amikor a szülőnek kell tanítani a gyermeknek valamit, vagy vannak alkalmak, amikor a gyereknek meg kell küzdeni egy problémával, és szerencsés esetben a szülőnek a véleményét kérik ki. Nekem, mint szülőnek le kell ereszkednem a gyermekemnek a szintjére pozitív értelemben, tehát szabaddá kell tegyem magam, érezze a gyermekem, hogy csak is rá figyelek és rá koncentrálok, nyitott vagyok, előítélettől mentes, ezeket olyan szépen el lehet sorolni és mondani, csak a valóságban kicsit nehezebb megvalósítani. Érezze az a gyerek, szerintem az is fontos egy négy szem közti beszélgetésben, hogy te is olyan esendő vagy, mint te. Te is átmentél olyan vagy hasonló problémákon, mint ő, az ő idő, tehát az ő életkorában. És elbuktál te is, de képes voltál felállni, és akkor, hogyha te nyitsz a gyerek vele, akkor szerintem egyre gyakoribb lesznek ezek a négy szem közti bizalmas beszélgetések. Nem kell mindig, mit tudom én, milyen nagy kitárulkozásokra várni, mert lehet, hogy egy kamasz nem mindig nyílik meg, de hogyha te ott vagy, és látja, hogy figyelsz rá, akkor talán még néha miután megoldotta ő saját maga helyzetet, elárul valamit, és akkor alkalmad van kifejezni a te véleményedet, hogy helyes lett, vagy nem azt a viselkedést. Te is már megnyugodhatsz, mert ő már meghozta a döntést, és le is járt esetleg az az esemény. Tehát én úgy gondolom, hogy mindent véletével oda kell figyelni. És akkor, mikor a gyereknek szüksége van rá, mert hogyha noszogat, és te nem vagy képes ezt a 10-15 percet rááldozni, akkor idővel eltávolodik, és nem tőled fogja kérni a tanácsot, hanem van neki hova fordulni bőven, ami nem biztos, hogy olyan sikeres eredménnyel zárul. A négy szem közti beszélgetés nekem azt sugallja, hogy baj van. Tehát valami történt, és akkor ezt át kell beszélni, meg kell beszélni, meg kell oldani, vagy valami kiutat kell keresni rá.
És úgy van, ahogy említetted, Renáta, hogy apa inkább fiával tárgyal bizonyos dolgokat, meg az anyja a lányával. De lehetnek fordítva is, de vannak női dolgok, vannak férfi dolgok, amiket az adott nem kell megtárgyalja, vagy az apa meg kell tanítsa, vagy az anyja a lányát, a fiát. Vagy vannak ezek a probléma megoldó beszélgetések, amikor valami baj történt, valami kárt okozott, vagy rosszat tett, érkeznek a hírek az iskolából, meg szomszédból, meg ezeket meg kell beszélni is. Ez a négy szem közti beszélgetés. De én úgy hiszem, hogy az is barátságos kell legyen, ez egy általános elv. Tehát a négy szem közti sem válthat át egy most már más emberre a szülő, mert akkor hitelét veszti a gyerek a szülőt az ő szemében, hogy az eddigi normál beszélgetéseknél, vagy családi beszélgetéseknél viselkedett a szülő egyféleképpen, most a négy szem köztinél teljesen más, tehát nem ismerek rá. Tehát a négy szem közti beszélgetés is barátságos, meghitt, bizalomra alapszik. Persze a szülő, ha megfeddi, megszidja a gyereket, akkor ezt is olyan fajta szeretettel kell tegye, hogy a gyerek minden, egész idő alatt és utólag is érezze, hogy a háttérben a szeretet van. Dr. Szigeti Jenő, a néhai Szigeti Jenő magyarázta, hogy gyerek volt a második világháború idején, és akkor az volt a szabály, hogy mikor ezek a riadók voltak, a légi riadók, akkor bunkerekbe kellett bevonulniuk. Minden ember, szülők, gyerekek, és ő egy alkalommal bizonyos oknál fogva kívül maradt, tehát nem ment le a bunkerbe, és a szülei nem találták. Mikor a légi riadó lejárt, a szülei előjöve a bunkerből megtalálták Jenőt, gyerek volt, és akkor az anya, az édesanyja két dolgot tett, megpofozta, és utána megölelte. Sírt, megpofozta, és ölelte a fiát. Ez a kettős megnyilvánulás, hogy öleled is, és pofozod is. És Jenő gyerekként megértette, hogy itt komoly dolog történt, nagy baj történt, vagy nagy veszély, és ő rosszat tett, de ugyanakkor szeretik. Tehát ölelte. Olvastam, hogy családterapeuta módszer az, és konfliktus megoldás, vagy hogy mondjam, feszültséglevezető. Van a csoport terápia is, de férfeleség között, ha nézeteltérés van, akkor egymást öleljék át fizikailag, szorítsák egymáshoz magukat, tehát másik felet, és a másik válla fölött és háta mögött torka szakadjából mindegyik ordibáljon, de ne szavakat, csak egyszerűen ordítson, ne szavakat mondjon, mert ha szavakat mondunk, az már lehet, hogy csúnya szó lesz, ezért csak erős hangot adjunk ki. És úgy néz ki, hogy ez is használt, a feszültséget levezették, de ami számomra érdekes, hogy amíg a feszültséget levezettem, addig a másikat ölelem, ami azt jelzi, mutatja, adja értésére a másiknak, hogy szeretem. Tehát vannak ezek a felgyűlemlett érzések, negatív érzések is, ezeket ki kell adni, de úgy, hogy nem mondok le a másiknak a szeretetéről, szeretéséről, mert ez egy döntés, amit meghoztam, ez egy elv, és abból semmi sem mozdít ki. Tehát lehet, hogy most már kicsit előbbre mentem, de négy szem közti beszélgetésekről kérdeztél, és ott meg általában ezt értem én ezt alatta, hogy négy szem közti beszélgetés az, amikor valami baj történt. És azt meg kell beszélni, nem lehet átsiklani felette, hogy mi sem történt volna. Az is igaz, hogy bizonyos esetekben talán várni kell másnapig, vagy estig, nem azonnal rácsapni,
és ahogy elkövette a hibát, már is leckésztetni, hanem várok, addig én is megnyugszok, addig én is még átgondolom, időt hagyok, hogy kifejtse a véleményét, hogy megmagyarázza, hogy esetleg, ha megtudja, hogy mit, miért tette, és a végén átbeszéljük a dolgokat. És hogyha nem tudom megváltoztatni, én még mindig azt mondom, ezt már említettem, különböző véleménnyel is, különböző álláspontokkal úgyis együtt megyünk előre. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt tudja a gyerek például, vagy a házastárs. Még 10 perc maradt hátra a beszélgetés. Én hallgatok. De vannak még kérdések. Úgyhogy hát egyelőre felteszek egyet, és aztán meglátjuk, hogy mennyi idő marad még másra is. Kérdésem az lenne, hogy milyen szituációkban kell feddőszavakat használni a gyerekek irányába, és milyen szituációban elismerő szavakat. És ezt most annak függvényében értem, hogy milyen szituáció, hogy nyílt körben, mindenki előtt, vagy 4 szem közt zárt körben. Tehát melyik opció, mikor a legjobb? Hát szerintem az ember gondolja saját magára. Szeretnéd-e, hogy a szüleid, vagy egy barátod, vagy egy társad lehordjon mások előtt? Már is érzed magadban azt az ellenállást, és azt a kellemetlen érzést, hogy ezen nem az a hely, ahol neked meg kéne fedned engem. Jó, régen más volt a nevelés. Szerintem ebben is van egy bizonyos fejlődés. Szüleinknek, vagy nagyszüleinknek lehet nem volt honnan utána olvasni, nekünk viszont rengeteg szakirodalom áll a rendelkezésünkre, és én úgy gondolom, hogy el kell jussunk annak a megértéséig, hogy a feddés az nem egy olyan dolog, amit nyilvános közegben meg lehet ejteni. Akármilyen kicsi is legyen az a gyerek. Jó, most már nem azt mondom, hogy ha valami kárt tesz magában, hozzányúl a forró kályhához, akkor is az ijegységen túl bennünk van az a hajlam, hogy leszígyjuk. Ebben az esetben is azt mondanám, hogy meg kéne tanítsuk neki, hogy az forró, oda nem nyúlunk. De egy kicsinek is tönkre lehet már tenni a lelkét, hogyha állandóan szekírozzuk, lehordjuk, akár hányszor téved. Mert ugye mi is még mindig tévedünk. Abban a szerencsés esetben vagyunk, hogy lehet minket nem látnak mindig, vagy már nem mernek ránk szólni szüleink, vagy társunk, vagy a gyerekünknek nem is engedjük meg. És akkor mi megusszuk, de nem tehetjük meg azt, hogy mások előtt. Azok a szavak, azok, ahogy mondod, 4 szem közti beszélgetésre valók. És nagyon fontos, hogy megértse a gyerek a feddésben. Jocó is úgy gondolom, hogy ezt próbálta elmondani, és ezt mondta, hogy te szereted. Nem őt ítéled el, különválasztod a gyereket a cselekedettől, a tetttől. De azért vagy dühös, azért vagy szomorú, mert ő ezt és ezt tette, nem azért, mert ő az. Ez nagyon fontos, hogy egy gyerek megértse, hogy nem rossz. Ugye mi mindig azt hallottuk, vagy legtöbbször, hogy rossz kislány vagy, rossz fiú vagy, milyen csintalan, stb. És akkor így megbélyegeztek, szerintem a szüleink talán tudtukon kívül. És nem jöttünk rá, vagy nem jövünk rá, vagy ők sem jöttek rá, hogy ez végig kísérhet talán, hogyha megbélyegzed a gyereket, és a kettőt összevonod. A másik, hogy a dicsérő szavak, azzal is nagyon csinyán kell bánni. Most ezt nem tárgyaljuk, hogy hol mondjuk, vagy hol nem, mert vannak, mit tudom én, iskolai díjazások, nem én, mint szülő, hanem az iskola kitünteti, hogyha olyan eredményei vannak, vagy én, mint szülő, büszke vagyok, hogyha bizonyos szolgálatokat el tud végezni iskolába, vagy a gyülekezetbe. Viszont nagyon kell vigyázni ezekkel a szavakkal is, mert lehet egy gögös, öntelt,
egyén abból, mikor rájön, mert a gyerek rájön ugyanúgy, hogy ő aztán a csúcs. Uh-huh. Nem számít, hogyha rajta kívül még van nem tudom hány mellette, az ő anyukája, vagy apukája mindig megdicséri, és akkor neki ebből az jön le, hogy ő a legkiválóbb. Rá kell világítsunk arra, hogy te ebben vagy jó, más abban jó. Nagyon ügyes volt X is, Y is, mikor azt elérte, te is nagyon ügyes vagy. Tehát nem, valahogy egyensúlyt kell tartani, mert hogyha a gyerek, ez egy másik hátulütője, kijut a családból, a társadalomba, és netán nem úgy sikerül neki, ahogy otthon, abban a védett burokban volt, nagyon nagyot fog esni, csalódni, hasalni, és nem biztos, hogy mindig fel tud állni. Uh-huh. Ezért nagyon kell vigyázni az egyensúlyra, véleményem szerint. És ez gyerekfüggő is. Amely gyereknek nincs önbizalma, annak több bátorítás kell. Amelyiknek túlzott az önbizalma, annak alább kell venni. Kicsit visszahúzni a gyeplőt. Viszont a feddésnél nyilvános semmiképpen, de még annyi sem, amit például én hallottam másoknál, és én magam is átvettem, és hajlamos lennék bármikor, csak annyit mondjak, hogy esetleg még mások is hallják, hogy majd otthon számolunk, vagy majd otthon, majd ezt meg fogjuk beszélgetni, csak érjünk haza. Ez rossz dolog, mert ez már fenyegetőzés. Ne mondjál semmit, lehet úgy is rájön az arc kifejezésedből, ha nem is mondasz semmit, de ha még fenyegeted is, hanem este, ahogy mondtuk, egy barátságos beszélgetésre lenne szükség, még ha nem is lesz, ha nem is jutunk közös nevezőre. Beszélgetni mindenképpen kell. Még egy vagy két perc van hátra, de még egy rövidke kérdést hozzácsatolnék az elismerő szavakhoz. Az gond, hogyha egy szülő nyilvánosan megdicséri a gyerekét, de otthon személyesen sosem mond neki egy dicsérő szót, egy kedves szót. Hát akkor én felteszem a kérdést, hogy ezt kiért teszi a szülő? Saját magáért, hogy büszke vagyok, hogy mi az én gyerekem? Vagy azért, csak környezetért? Igen, igen. Vagy azért, hogy a gyerekét azt, ha szüksége van bátorításra, még inkább bátorítsa, ahogy említette Jocó is. Tehát ez egy olyan kettős világ, amit idővel a gyermek először csak megérez, megsejt, utána meg is tud fogalmazni magának. És lehet, hogy ő is ezt a kettős mércét fogja alkalmazni tovább. Nem számít, hogy mi van otthon, most ez negatív értelemben, nem a megdicsérés, hanem az a fontos, hogy mit mutatsz kint. Legyen egy imidzsed a világ előtt, hogy mindenki tudja, hogy te oké, rendben vagy, és akkor hazamész, becsukod az ajtót, és otthon minden a fejed tetején áll. Tehát én feltenném azt a kérdést újból, hogy miért teszi ezt a szülő. Mert egy gyermeket fel kell emelni, és fel lehet emelni, de csak a valós tények fényében, tehát úgy gondolom. Hogy mások előtt megdicsérjem, és otthon nem, ezzel nem tudok egyet érteni. Viszont azzal igen, hogy mások előtt megvédem, kiállok mellette, viszont otthon megmondom, ahol tévedett esetleg, amit nem mondok meg mások előtt. Tehát van a kettő között különbség, de az, hogy úton, útfélen dicsérem, és otthon meg egészen más vagyok, és nem tudok egy bátorító szót sem mondani, a gyerek ettől meg fog undorodni szerintem. Hát nagyon jó gondolatok hangzottak el, és remélem, hogy akik családosok, tanulhattak belőle, akik még nem azok, előre tanulhattak erről, hogy hogyan tegyék, és hogyan ne tegyék a dolgokat. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy újból eljöttetek, hogy folytathattuk ezt a beszélgetést, és hogy a mai nap során a végére is jutottunk a témának. Örülök, hogy itt voltatok, és Isten áldását kívánom a családotokra, és a családi beszélgetésekre és tevékenységekre nézve. Köszönjük a kedves tévénézőknek is. Én is köszönöm, hogy velünk tartottak, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben. Remélem, hogy tetszett a mai témánk is, és amennyiben igen, nagyon-nagyon sok szeretettel visszavárom Önöket a következő adásokban is.
Viszont mindaddig sok békét, jót és egészséget kívánok Önöknek. A viszontlátásra!